Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám, és ma kelt palacsintát fogok készíteni. A recept apropóját az adja, hogy a héten az ország három teljesen különböző pontjáról is nagyjából ugyanazzal a kérdéssel, vagy kéréssel fordultak felém. Nevezetesen a nagymamájuk nagyon finom palacsintát sütött, de vastagat. És hogy ők megpróbálták, ugye a hagyományos palacsinta tésztából, de azért az nem lett ugyanolyan puha, és hogy mi lehet ennek az oka. Nos, a lényeg az, hogy különböző alaptészták vannak palacsintákon belül is. A hagyományos, vékony tésztás palacsinta, az fönt van az oldalamon, a videója már megtalálható. Ezen kívül létezik úgynevezett kelt palacsinta tészta is, amiben élesztő kerül, ez vastagabb palacsintát eredményez, mint a hagyományos. Én a magam részéről egyébként egy fokkal jobban is szeretem, és van még a csúsztatott palacsinta, meg az amerikai palacsinta is. De akkor az utóbbi kettőre majd valamikor visszatérek, most pedig következzék a kelt palacsinta. Tálba mértem 50 deka finom lisztet, ennek kimélyítem a közepét. De azért nem külön futtatom fel az élesztőt, mert nem akarok annyi edényt koszolni. A közepébe beöntök körülbelül másfél decinyi meglangyosított tejet. Ebbe a tejbe beleszórok, csak így belemorzsolok. A két deka élesztőt hozzáadok, egy fél evőkanálnyi, azaz egy kis kanálnyi kristálycukrot, elkeverem, és hagyom egy olyan 15 perc alatt, hogy az élesztő felfuthasson. Utána haladunk tovább a munkával. Vélhetőleg egyébként ez a kelt palacsinta recept azért is kevésbé használatos, mert több időt vesz igénybe a készítése, ugye ezzel, hogy kétszer kell majd tulajdonképpen keleszteni, de egyszer itt az élesztőt, egyszer pedig magát a tésztát, de higgyék el, érdemes kipróbálni. Én magam, ha éppen nem vagyok lusta és rászánom magam, sokkal jobban szeretem, mint a másik változatot. Eltelt 15 perc, lehet látni, hogy az élesztő ragyogóan elkezdett dolgozni. Most a következő történik, hozzáadok 3 egész tojást, így. Összesen 8 deci volt a tej, amit megmelegítettem, abból ugye már elhasználtunk olyan másfél decinit. Nagyjából a maradéknak a felét adom a masszához, azt is megmondom, hogy miért, mert egy sűrű masszát sokkal könnyebb simára keverni, mint egy hígat. Tehát először így simára keverem, és azután a maradék tejjel fogom majd hígítani. Még egy dolog van hátra, amint ezt egy kicsit elkevertem, már teszek is hozzá egy nagyobb csipet sót. Tehát benne a só, nagyjából így, és akkor most még egy kevés tej, simára keverem. Teljesen sima a tészta, hozzáadom a maradék tejet, elkeverem, és ezután pedig lefedem, és 45 percig meleg helyen keleztem, hogy a tészta hagy induljon meg egy kicsit. Eltelt 45 perc, nézzük. Tökéletesen megkelt a tészta, kezdődhet a sütés. Maga a sütés a szokásos módon történik. Először, még az első palacsintánál olajat öntök a serpenyőbe, megforrósítom. Fontos, hogy közepes lángon érdemes dolgozni, hiszen ahogy említettem az elején, ez vastagabb palacsinta lesz, több sütés kell neki, mint a hagyományos testvérének. Úgyhogy várunk egy kicsit, amint elérte, fogalmazunk úgy az üzemi hőmérsékletet, akkor természetesen ezt az olajat, ezt kiöntöm belőle, kezdődik a sütés, és onnantól kezdve már csak úgy fogom olajozni a serpenyőmet, hogy konyhai papírtörlőt mártok az olajba, és azzal fogom kikenegetni. Ahogy megvan az egyik palacsinta, már csúsztatom is ki ide a tányérra, fogom a konyhai papírtörlőt, ami az olajban van, megolajozom vele újra a serpenyőmet, így. Kerül bele massza. Fontos, hogy ez a massza nem tud olyan jól terülni, mint a
hagyományos palacsinta tészta, ezért egy kicsit trükközni kell vele, rá kell segíteni merőkanállal, de ez így természetes. És oda, azokra a helyekre, ami ilyenkor kimarad, még teszünk egy kis masszát. Szépen egybe fog sülni majd az egész, így lesz nekünk teljesen tökéletes. Mehet vissza a tűzre, és oldalanként másfél-kettő perc a sütési idő. Fontos, ez a recept nem azonos az amerikai palacsinta receptjével és a csúsztatott palacsintáival sem, de hogy azt a bevezetőben említettem, hamarosan jelentkezem azokkal is. Elkészült tehát a kelt palacsinta, végül is megcsaltak az emlékeim, mert csak 14 darab lett belőle, de a lényeg, hogy most ez ugye nálunk a kolbászos, sárgaborsó krémleves után desszertként fog szolgálni, túrókrémmel vagy lekvárral, ki hogy kéri, és ebből még hétfőn sós, meleg vacsora is lesz. De hogy hogyan, az majd a következő videóból kiderül. Addig is, akinek szimpatikus volt a kelt palacsinta, vagy a vastagabb palacsinta, akinek hogy tetszik az elnevezés elkészítése, kérem nyomjon a videóra egy lájkot. Aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javallom, mielőbb tegye meg, hiszen most már több mint 450 videóból lehet választani. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak.